Az alaptörvény módosításáról is vitáztak a képviselők az országgyűlésben. A kormánypártok amellett, hogy a megyéket a történelmi hagyományok miatt vármegyékre neveznék át, azt is javasolják, hogy 2024-től kezdve egy napon legyen az európai parlamenti és az önkormányzati választás. Az egyik előterjesztő, a KDNP-s Simicsko István szerint ezzel 10 milliárd forint takarítható meg. Körülbelül 10 milliárd forint spórolható meg. A jelenlegi világgazdasági helyzetben, amikor a szomszédságunkban is háború dúl, és nem tudni, hogy annak milyen további negatív hatásai lesznek, a költségekre oda kell figyelni. Indokolta Simicsko István a parlamentben, hogy miért célszerű egy napon tartani a következő európai parlamenti, valamint az önkormányzati választásokat. Az alaptörvény módosítás általános vitájában a KDNP frakcióvezetője teljesen észszerűnek és logikusnak nevezte a változtatásokat. Ne kelljen két kampányt végigvinni minden pártnak, minden indulónak. Költséghatékonnyá igyekezzünk tenni a választást, és teljesen észszerű és logikus az előttünk fekvő alaptörvény módosítás, amely ilyen szempontok alapján lehetővé tenni azt, hogy egy napon történjen meg ennek a két fontos választásnak a lebonyolítása. A DK-s Arató Gergely és a jobbikos Lukács László György egyetértett azzal, hogy pénzt lehetne megtakarítani ezzel a megoldással. Ugyanakkor szerintük a kormány magán is spórolhatna. Bedő Dávid a Momentum képviselője és az MSZP-s Tóth Bertalan ugyanakkor attól tart, hogy a két szavazás összevonása káoszt idéz elő, és elterelné a figyelmet a települések ügyeiről. Egy országos kampányt akarnak erre ráfűzni, belpolitikai kampányt. A Mi Hazánk mozgalom támogatja az összevonást, de szerintük az önkormányzati mandátumokat is hozzá kellene igazítani a választáshoz. Ne legyen egy ilyen csúszás, hogy fél évig egy már leváltott polgármester hozhasson még döntéseket, vagy éppen odázza el a szükséges döntéseket, hiszen egy települést adott esetben működtetni kell. Az alaptörvény 11. módosítása tartalmazza a vármegye elnevezés visszaállítását is. A kormánypártok ezzel kapcsolatban arról beszéltek, hogy a módosítás tisztelgés az 1000 éves magyar államiság előtt. Az ellenzéki felszólalók viszont azt is kétségbe vonták, hogy a változtatásra egyáltalán szükség van.